Szent László király nevéhez fűződik a korai magyar határőrizet megszilárdítása és a határvédelem megszervezése. A nyugdíjas határőrök és családjaik az ő napja alkalmából gyűltek össze a Petőfi lakótelepen. 15 éve elmúlt, hogy megszűnt a határőrség, mi azóta a Határőr Nyugdíjasok Egyesülete, minden évben megünnepeljük ezt az ünnepet, közösen a rendőrökkel juniális tartunk és koszorúzunk határőr emlékhelyeken. A juniálison Béndek József nyugállományú őrnagy, a határőrség utolsó országos parancsnoka köszöntötte az összegyűlteket. Beszédében visszatekintett a határőrség múltjára és felidézte azokat a nehézségeket, amelyeken át kellett menniük az évek során. Az eseményen Nemény András polgármester is köszöntőt mondott. Úgy fogalmazott, Szombathely városa nevében nagyon hálás a nyugdíjas határőrök életútjáért. Igazi példaképek vagytok a mai kor számára. Kevés olyan ember van már, mint amilyen önök vagy ti vagytok. Mert hogy a mai korban is pontosan azok az értékek lennének a legfontosabbak, amelynek a mentén dolgoztatok egy életen keresztül. A hűség, a bátorság és a hazaszeretet. Talán ez a három legfontosabb dolog, ami vezérel valamennyiértöket, és ami ma azt hiszem nem olyan evidens, mint ahogyan ez volt korábban. Az eseményen elismeréseket adtak át, köszöntötték a kerek születésnaposokat, és előléptetésekre is sor került. A megnyitott kötetlen baráti beszélgetés követte, miközben a bográcsokban gulyás rotyogott.